Az már egy fordulóval korábban eldőlt, hogy a Kisvárda érmes helyen végez a bajnokságban, az érem színe viszont csak az utolsó fordulóban derül majd ki. Erős Gábor együttese annak tudatában lépett pályára vasárnap Pakson, hogy a rivális Puskás Akadémia csak egy pontot szerzett Debrecenben, így egy győzelemmel lépéselőnybe kerülhet a második helyért folytatott versenyfutásban. Fél óra játékot követően Kamai megszerezte a vezetést a vendégeknek, és mivel több gól már nem esett a mérkőzésen, nagyon értékes 3 ponttal gazdagodott a Kisvárda. Nagyon intenzív és összességében nagyon boldog héten vagyunk túl. Amire készültünk a Paks ellen, ez várható volt, hogy ezt a fajta játékot fogják játszani, amit játszottak. Erre én úgy érzem, hogy megfelelően felkészültünk, és tényleg nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült a Paks otthonában megszerezni a győzelmet, ráadásul azért hazai pályán 0 gólon tudtuk őket tartani, ez egy plusz dicséret a csapatnak, és most pedig várjuk majd az utolsó mérkőzést, ahol hazai pályán természetesen szeretnénk a szurkolóinkkal egy nagyon-nagyon ünnepelni, és szeretnénk megszerezni a második helyezést. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Puskás Akadémia 1-1, Budapest Honvéd Mezőköves 0-0, Ferencváros MTK Budapest 0-3, Zalaegerszeg Gyirmót 0-1 és Újpest Molfehérvár FC 1-1. A tabella élén a Ferencváros áll 68 ponttal, megelőzve az 56 pontos Kisvárdát és az 54 pontos Puskás Akadémiát. Az utolsó helyezett Gyirmót már kiesett az NB1-ből. A Kisvárda a zárófordulóban a Zalaegerszeget fogadja. Megpróbáljuk fenntartani a motivációt, de nem hinném, hogy ezzel a mi csapatunknál probléma lenne, hiszen hogyha mondhatom így, vannak ilyen kis bohockodós játékok, akár egy-egy pizzára, egy kis fogadásba egymás köztiben, és akkor is életre halálra tudnak harcolni. Ezt most ez kicsit viccesen természetesen, de nem gondolom, hogy ezzel probléma lesz fenntartani a motivációt, hiszen tudják ők nagyon pontosan, hogy ez a második helyezés, ez mit jelent a klub és a városnak a történetében. Tehát igazából azt mondom, hogy csak ezt a motivációt így fenntartani, és tényleg megszerezni ezt a második helyezést. Lesz egy pici nyomás, de én ezt a nyomást, ez egy nagyon-nagyon kellemes nyomásnak érzem, hiszen nem arról beszélünk, hogyha pontot nem szerzünk, vagy esetleg nem nyerünk hazai pályán, akkor jövőre a másodosztályban találjuk magunkat, hanem az, hogy egy történelmi siker csak még komolyabb magaslatokba tudunk tenni, hiszen óriási siker az, hogy a klub történetében először dobogós helyen végez a csapat, és nemzetközi kupába fog indulni, ezen pedig csak annyit tudunk még segíteni, hogy fényesítünk az érmen, tehát nem bronz, hanem egy ezüstérem lenne, tehát ez a motiváció, meg ez a teher, ez egy nagyon-nagyon kellemes teher. A Kisvárda Zalaegerszeg mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 33. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Újpest, Gyirmót Ferencváros, Molfehérvár FC Paks, Puskás Akadémia Budapest Honvéd és MTK Budapest Debrecen.